Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a zenevem Tamás Zsolt. Valljuk be, hogy nem könnyű kiigazodni a Xiaomi termékportfóliójának a láttán, és ez igaz a mobiltelefonokra, valamint az elektromos rollerekre is, hiszen mellettem itt áll a Xiaomi Electric Scooter 3 Lite, de közben már van 4 Pro is, és volt Essential, meg 1-es is. Akkor ez pontosan hova is lett pozícionálva? A Scooter 3 alá, és lényegében azoknak szól, akik szűkebb pénztárcával rendelkeznek, nem utaznak hatalmas távokat, mégis inkább váltanának két kerékre annak érdekében, hogy gyorsabban, legalábbis környezettudatosabban eljussanak, akár iskolába, munkába, vagy valamilyen bevásárlóközpontba. Szóval a mostani videóban erről a Xiaomi Electric Scooter 3 Lite-ról lesz szó, elmondom, hogy milyen terhelhetőséggel bír, milyen hatótávval rendelkezik, illetve hogy összességében mit kell tudni róla. Fekete és fehér színekben vásárolható meg ez a roller, ahogy már megszoktuk magától a márkától. Ami viszont fontos változás, és első blikre nem biztos, hogy feltűnik még a szakavatottabb szemeknek sem, hogy a hátsó rész 141 mm-re van a földtől, ezáltal stabilabb az útfekvése ennek a rollernek, ráadásul maga a talpazat is 10 mm-rel szélesebb, így hogyha nem is fér rá teljes mértékig mind a két lábunk, sokkal kényelmesebb utazni ezen az eszközön. A fogantyúk gumírozottak, ezáltal jól megmarkolhatók és biztonságosan fogható. És ami még érdekesség, hogy bal oldalon bár ott van a fék, mellette pedig egy külön kis csengő található, szóval most már nem ennek a kis akasztónak a végén található a hangjelzése szolgáló kis rész, hanem bizony külön egység szolgál arra, hogy a hátsó sárvédőívbe belakasztjuk a kormányoszlopot akkor, hogyha összecsukjuk a rollert. Ha pedig még inkább jobbra kutakodunk, akkor ott van egy kijelző, amin láthatjuk a sebességet, hogy milyen üzemmódokban közlekedünk, hiszen van gyalogos, normál, illetve sport üzemmód, 6-15 és 25 km/órás maximum tempókkal, ugye tényleg ebből már kikövetkezhető, hogy ahogy az Európai Unióban is már megszokhattuk, 25 km/órával tud maximum közlekedni ez a roller, plusz van még egy gombunk is, aminek segítségével vagy a kijelzőt, illetve a rollert kapcsolhatjuk be, vagy éppen az elő található, kicsit máshova helyezett lámpát, ami elég erős fénnyel rendelkezik, és a korábbi modellekkel összehasonlítva szebben szórja a fényt, tehát mindenképpen jobb, biztonságosabb közlekedés garantál éjszaka, illetve van még egy kis gázkarunk is, amivel szabályozhatjuk a roller, illetve saját magunknak a sebességét. A kézifék Bovden egy ilyen kis piros kábelelvezető csatornán csatlakozik ide lentre, amit tudni kell, hogy dofffékes rendszerről beszélünk, tehát nem tárcsafékes, ebből is adódik, hogy ez egy olcsóbb modell, de így is jól fékezhető, nyilván a tárcsafékes megoldások azért könnyebben megállnak, illetve hát jobban is gyorsulnak, de azért itt a 300 wattos teljesítmény is elegendő arra, hogy A-ból B pontba eljussunk, ráadásul 14%-os emelkedőn képes felkapaszkodni ez a roller, a 25 km/órás maximális tempója mellett pedig, amit még tudni kell, hogy 100 kg a maximális elméleti terhelhetősége, nyilván ettől el lehet térni egy kicsit, de akkor esetleg nem megy fel annyira a komoly emelkedőn, vagy nem tudunk olyan hatótávot kigurulni belőle, mint amit ír a gyártó, mert egyébként olyan 20 km az, amit gyárilag ki lehet hozni belőle, nyilván ez nagyon optimális környezeti, domborzati és időjárási viszonyok között van így, inkább azért az a 10-15 km, ami mindenképpen reális egy feltöltéssel, a feltöltés pedig 3,5 órát vesz igénybe. IPX4 védettséggel rendelkezik a roller, ennek ellenére esőben továbbra sem mondom azt, hogy érdemes használni, mert azért vigyázni kell az elektronikára, ami viszont jó hír, hogy most már lentről, a talpazat alól felhozták a kormányoszlop alsó részére a töltő csatlakozót, így egyszerűbb azért etetni ezt a rollert. És mint látható, továbbra is felfújható kerekekkel rendelkezik a roller, ugye ez a Xiaomi eszközöknek a nagy problémája volt eddig is, hogy vigyázni kell, nehogy defektet kapjon az ember, mert utána ezeket otthon cserélni, vagy nem lehet, vagy pedig olyan körülményes, hogy az ember a haját kitépi, mire végrehajtja ezt a feladatot, de hát van csomó fényvisszaverő, tehát azért látszódunk az éjszakai közlekedésben, plusz hátul azért van egy ledes lámpa is, ami fékezéskor képes villogni, pont azért, hogy a mögöttünk jövőnek a tudomására adjuk, hogy bizony mi azért fékezünk, meg szeretnénk állni. Ami még érdekes, hogy a T-alakú kormányoszlop, aminek tényleg jó a fogása, annak az alján előre helyezték azt a kis billenőt, aminek a segítségével össze tudjuk hajtani a rollert pár másodperc alatt, lényegében 3 lépésben. Van egy ilyen kis bütyök, amit föl kell húznunk, és utána pedig ezt a kis részt le kell billentenünk, a kormányoszlop pedig ledől hátrafele, és a sárvédőnél lévő kis bigyuszba be kell akasztanunk lényegében ezt a kis akasztót, ami itt található a kormányoszlop bal oldalán, és utána már meg is tudjuk fogni, és arrébb is tudjuk vinni a rollert, és legalább ugyanilyen egyszerű kinyitni, tehát hogyha valaki mondjuk autóval megy egy P+R parkolóba, akkor kiveszi a rollert, és onnantól kezdve tud
vele szaladgálni jobbra-balra. A cipelhetőséggel kapcsolatban érdemes tudni, hogy 13 kg a tömege, tehát elég könnyedén hordozható, ha pedig letesszük, akkor van egy oldal standard, ami segít abban, hogy támaszkodjon. Használatosság szempontjából a Xiaomi rollerek egyre jobbak lesznek, de még mindig lehetne egy kicsit emelni a kormányrúdnak a magasságán. A gyártó leírása szerint 120 és 200 cm magasság között érdemes, illetve kényelmes használni ezt a rollert. Én 185 cm magas vagyok, nem rossz, de még mindig úgy érzem, hogy picit följebb helyezném a kormányt, de ezen a Xiaomi egyre és egyre jobban dolgozik, szóval remélhetőleg a közeljövőben ez mindenképpen változni fog, főleg úgy, hogy a közeljövőben azért újabbnál újabb modellek is érkezni fognak. A rollerhez pedig alkalmazás is tartozik, ugye a Xiaomi Home ökoszisztémába illeszthető ez a készülék, méghozzá elég egyszerűen Bluetooth-on keresztül kommunikál a telefon és maga a roller, a párosítási folyamat pedig meg lehet könnyű. Igazából amikor hozzácsatlakozik egyik eszköz a másikhoz, akkor meg kell nyomnunk a bekapcsoló gombot, ezzel is lényegében validáljuk magát a folyamatot, majd végig kell néznünk egy kis betanító folyamatot, hiszen ezzel mentesül a Xiaomi a különböző jogi hercehurcák alól, hogy ő bizony figyelmeztette a felhasználókat, utána pedig egy viszonylag új felület fogad minket, ami sokkal inkább áttekinthető, mint a korábbi, jól látható a töltöttségi szint, a hatótáv, a megtett kilométer, tehát a legfontosabb információkat mindenképpen láthatjuk, plusz le is tudjuk zárni alkalmazáson keresztül a rollert, így hogyha valahol ott hagyjuk, akkor egyrészt azért mindenképpen használjunk valamilyen lakatot, mert el lehet vinni, de legalább más nem tudja bekapcsolni, nem tudja használni, ameddig valamit esetleg meg nem mahinál ezen a rolleren. A Xiaomi Electric Scooter 3 Lite-nak az ára pedig 170-180 ezer forint környékén mozog, ami hát elég sok, gondoljunk csak bele, hogy az Essential vagy éppen az 1-es még akcióban akár 100 ezer forint alá is benézett, de most már annyira megdrágultak a szállítási és a különböző alkatrészköltségek, hogy már a legolcsóbb Xiaomi roller is 170 ezer forintba kerül legalább, erre fel kell készülni. Összességében azért jól használható, vannak konkurensei, mint például a Ninebot-tól, például a Kickscooter D28E vagy D38E, ami hasonló ársában mozog ehhez, illetve hát nyilván a régebbi rollereket is el lehet csípni azért akcióban esetleg kedvező áron. Szóval körül kell nézni, de az biztos, hogy azért megvannak azok a módosítások már ezen a rolleren is, amik segítik a mindennapi használatosságot. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és akkor találkozunk a következő videóban is. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!